Szép jó napot! Ruth! Nem bánod, hogy ez alkalommal én is eljöttem? Nem, ellenkezőleg, így veled is tölthetek egy kis időt. És apukám, hogy vagy? Nagyon örülök neki, hogy itt vagy. Elhoztad az anyukád is? Miért nem fogod be, Calixto? Nem, apukám, most nem hoztam el. Otthon maradt Reyesékkel. Tudod, már jó ideje, ott lakik náluk. Magnolia, vigye el apámat sétálni egy kicsit, jó? Igen, kisasszony. Köszönöm. Nem régiben mindent megtudtam. Biztos szenvedtél miatta. Nem. Nem fájt. Jó volt megtudni az igazat. És nem értem, hogy miért tartotta titokban előttem az egészet. Mintha bűn lett volna. Vagy talán szégyeltél valamit? Éván nagyon jó asszony, és tudom, hogy azért döntött úgy, hogy örökbe ad engem, mert rákényszerítették őt. Ruth, gyere vissza velem, gyere haza velem, szépen kérlek. Sok időt töltöttem el veled. Hosszú-hosszú évekig együtt voltunk. Viszont most itt van az ideje, hogy vele legyek. Az igazi anyámmal, hogy megismerjük és elfogadjuk egymást. Nem gondolod? Tehát ott maradsz emellett a nő mellett. Végleg megfeledkezel majd rólam. Nem fogsz többet anyának hívni, és minden szeretetedet és figyelmedet annak a nőnek szenteled. Nem olyan egyszerű ez a helyzet, mint ahogy azt te gondolod. Nem tudnám Évát anyának hívni. És téged se tudnálak többé nem anyának szólítani, hiszen az vagy. És találkozni akarok veled, látni téged, szükségem van rád. Anya, de anélkül, hogy állandóan feltételeket szabnál és manipulálnád az életemet, nem tudom elviselni. Ruth, én... Nem, anya. Érts meg valamit, nagyon hiányzik az apukám. És te is hiányzol nekem, nagyon. Nagyon szeretlek, anya, de ne kérd tőlem, hogy jöjjek el Reyesék házából, és különösen most ne kérd, amikor tudod, hogy az igazi anyám ott lakik velük. De mégis hogy hagyhatnám neked, hogy ezt tedd? Nem az én hibám, hogy Éván lánya vagyok. Az meg pláne nem, hogy eltitkoltad előlem az igazat. Nincs tovább, anya. Add fel a küzdelmet. Vésd a fejedbe, hogy én csak a saját életemet akarom élni, mert minden jogom megvan hozzá. Anya, jogom van áll. Ruth. Nem, ez nem képmutatás, egyáltalán nem az. Csak arról van szó, hogy nem teszek neked szemrehányást a család előtt, hogy ne hozzal a kellemetlen helyzetbe. De most, hogy egyedül vagyunk, már nem tudom magamban tartani. Nem kellett volna megkötnöd az üzletet, és pláne nem eltékozolnod azt a pénzt az eladásról. Mi van? Most már úgy állunk, hogy egy szót sem szólhatok? Sose gondoltam volna, hogy nem bízol meg bennem. Azért használtam fel azt a pénzt, mert azt hittem jogom van hozzá. De ha nem így van, nem kell aggódnod, nem rövidítelek meg, és majd valahogy visszafizetem neked. Erre semmi szükség. Tudod jól, hogy a pénz a tiéd is, és úgy költheted, ahogy akarod. De valami hasznos dologra fordíts, ne szerencsejátékra és italra. Hogy tudnám megértetni veled, hogy a játékban minden relatív. Lehet, hogy ma veszítesz, és lehet, hogy holnap egy egész vagyont nyersz. Csak az a lényeg, hogy tudnod kell, hogy kezeld a dolgot. Fernando, drágám. Ezt senki sem tudja kontrollálni. Figyelj, láttam embereket, akik tönkre mentek emiatt a megrögzött szokás miatt. Fernando, a játék rosszabb, mint a drog. Most erkölcsi prédikációt fogsz tartani nekem, és megpróbálsz megváltoztatni engem? Már akkor is szerettem játszani, amikor feleségül vettelek, és te tudtad ezt, de most mégsem fogadod el. Aj, Fernando, kérlek szépen, ne mondd ezt.
Mondd meg, mit akarsz? Elválni tőlem? Fernando, kérlek, ne mondj ilyet! Tudod, hogy szeretlek és szükségem van rád. Nem tudok élni nélküled. Nekem is teljes szívemből szükségem van rád. Úgyhogy arra kérlek, hogy kerüljük ezeket a konfrontációkat, amik semmi jóra nem vezetnek. És én megígérem, ígérem, hogy megpróbálom visszafogni a játékszenvedélyemet. De ezzel nem lehet csak úgy felhagyni. Nem megy egyik napról a másikra. Érted, amit mondok? Mondd, hogy érted. La pasión que se despierta sin saber que siempre te he tenido, nunca me di cuenta, nunca, nunca, nunca me dijiste, vida mía, lo que piensas. Amor. Drága barátaim, sziasztok! Vajon ki fog nyerni ma este? Szervusz! Szia, Fernando! Szervusztok! Nocsak, nocsak! Folyton! Ide járnak a játékosok a házba. És Gabriela meg nem tesz semmit. Néha azt gondolom, hogy egyetért azzal, amit Don Fernandito művel. Nem, nagypapa, ez nem igaz. Igen, kincs. Nem ért egyet Fernandóval. Sőt, mi több, egyfolytában bezárkózik a szobájába. Ide adott! Tessék, szívem! Anya nem szól semmit, de biztos vagyok benne, hogy szörnyen érinti őt ez az egész helyzet. Azzal, hogy megengedi Fernandónak, hogy játékbarlangot csináljon a házból, támogatja ezt az átkozott szokást. Úgyhogy nincs mentsége, Gabriela ugyanolyan hibás, mint Don Fernandito. Ja, kicsiké. Lapot. Lapot. Én tényleg nem tudom, mi a fene van velem, de az utóbbi estéken egyáltalán nincs szerencsém. Uram, elnézést, hogy megzavarom, de talán tarthatnának egy kis szünetet, hogy egyenek. Úgy van, Don Fernandito, vacsoraidő van, maga és a vendégei biztos nagyon éhesek. Miért nem ülnek asztalhoz? Mit szóltok hozzá? Akartok valamit vacsorázni? Jöjjenek velem. Jól van. Erre tessék. Gyerünk. Hát, én is éhes vagyok. Jobb vagy kis szünet. Persze, nem áll. Nem akarsz enni? Nem, igazából én inkább pihennék. Uram, azt hiszem, magának is jót tenne egy kis pihenés. De előtte még győződjön meg róla, hogy odafent minden rendben van-e. Már is visszajövök. Kér valamit inni? Igen, kérek. Ugyanezt. Nyugtató. Köszönöm. Köszönöm.
Mit mondjak? Gyertek el! Malcolm. Minden a legnagyobb rendben. Kérem, tartson nyitva a szemét, és szóljon, ha bármi történne. Rendben, uram, ne aggódjon. Nos, megmutatom a háznak a legtitkosabb és egyben legintimebb helyét. Mehetünk? Menjünk. Szerintem is van. Meg lehet próbálni. Nem ez a legkényelmesebb és legelegánsabb hely, de a legbiztonságosabb, hogy jól érezzük magunkat. Thank you.